Egész délelőtt sültek a finomabbnál finomabb ételek a tárcsákon, kétyen megtartották a településen már hagyományosnak számító kolbásztöltő fesztivált. Az idei programon 20 csapat készített ételeket, és voltak, akik igazán különleges ínyenségekkel készültek. A Kisdorogról érkezett vendégek például egy citromos különlegességet hoztak el, a receptet egy évvel ezelőtt fejlesztették ki, azóta pedig akárhol bemutatják, nagy sikert aratnak vele. Citromot reszeltünk bele 5 kilóhoz 3 darabot, a levét is beleraktuk, raktunk bele borsikafüvet, sót, fehér bors, egy kevés fekete bors, és snidlinget vágtunk bele egy olyan marékkal, só, összekevertük, és utána ízlés szerint még, hogy na, mi is kell bele. A Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál egyben egy különleges testvértelepülési találkozó is. A Kárpát-medencében ugyanis nem csak a magyarországi falu nevében fordul elő a kéty szó. Lengyelországban egy kisvárost szintén így írnak. Felvidéken pedig érsek kétyiek is élnek. A három kéty lakói minden évben együtt ünnepelnek idehaza egy nyári napon. Idén pedig csatlakozott hozzájuk egy csehországi település is. Szeretettel válnak mindig, és mindig megismerünk új embereket, mint most. Képzeljétek el, hogy mi most tocsnit sütünk a mi tárcsánkon, és kaptunk kölcsön a itteniektől egy tárcsát, hogy kisütjük a kolbászt. És így egyszerre tudunk végezni. A tocsnival, meg a kolbászt is. Otthon már elő volt készítve a 10 kilóhoz minden. Nálunk állítólag az a titok, hogy teszünk bele vörösbort, de most elfelejtettük. Ezért lesz jó a mai. Mi felvidékről jöttünk, huszan jöttünk. A mi titkunk, hogy mi is kétiek vagyunk. Felvidéki kétiek. És... mit mondják? Hát ismerjük itt a települést, nem először vagyunk itt. Mihecskének öltözött helyi gyerekek adnak műsort a színpadon. Az idei Kétyi Kolbásztöltő Fesztivál különleges volt, hiszen a húsételek mellett a méhészet és a méz is nagy szerephez jutott a rendezvény során. Helyi méhészek vagyunk, és a falu napon ezen a rendezvényen megmutatjuk a kis méhészetünket, amit ki tudtunk ide vonultatni, egy látványkaptárt, egy új kaptárt, és a gyerekeknek azt találtuk ki, hogy méhviaszgyertyákat hengerítünk. Lehet kóstolni majd később mindenféle mézeket, eszközöket, füstölőt, kaptárszolgát és állarcot hoztunk. Egy kicsit kihozzuk ide a méhek szeretetét és a méhek illatát. Nagyon szeretem az életem vezérvonala a méhészet, ennek élek már 20 éve, és ezért van ez a nagy buzgóság. A programokat egy nagyszabású nemzetközi, a V4 országok részvételével zajlott méhészeti konferencia keretében szervezték meg. Az idei rendezvénynek egyébként az a címe, hogy a visegrádi országok kulturális és gazdasági kapcsolatainak elmélyítése a méhészet és a mézből készült termékek segítségével, és ez most a negyedik kolbásztöltő fesztiválunk, amiből 3 nemzetközi lett, ez is nemzetközi, és egy a Covid miatt csak egy ilyen sima kolbásztöltő volt, de egyébként pedig idén is eljöttek hozzánk a testvértelepüléseink delegációi, akik a saját szájuk íze szerint készítették el a kolbászukat, és nagyon sok olyan ételt készítettek még, amit majd itt bemutatnak. Most a hátul mögött az a programelem következik, hogy most a 4 ország így sikeredett, mert hát mi is sütöttünk, és akkor így a 4 ország mézből készült termékeinek a kóstoltatása következik nagyjából egy pár perc múlva. Külföldről a felvidéki testvértelepülésünk Érsekkéty, a lengyel testvértelepülésünk Kenti, ugye mert az elbetű alatt az a jeltől lett ez Kenti, Y helyett, tehát ő nem mond Y-t, két, és ezért így lett a neve, de hogyha úgy nézzük, hogy például ha a honlapunkat nézzük egymásét, akkor www.kegy.hu, kegy.sk és kegy.pl. És nagyon nagy örömünkre csatlakozott ehhez a 3 kégyhez egy cseh település, Brezova nevű cseh település, és így megvagyunk a visegrádi 4-ek, és nagyon jó kis pályázatokat írunk mi itt Magyarországon ebbe a visegrádi programba.
amit ők is nagyon szeretnek, tartalmas programokkal tudjuk megtölteni ezt a napot, és mindenki nagyon jól érzi magát. A délelőtti gasztronómiai programokat délután kulturális fellépések követték, a résztvevők pedig éjszakában nyúlóan mulattak.